Az első évfolyam mind a 9 hallgatója sikeres záróvizsgát tett sportgazdaságtan specializáción, amely kiváló lehetőség annak, aki elkötelezett érdeklődést mutat a sport gazdasági oldala iránt. A gazdálkodás-menedzsment alapszakon kezdtem a tanulmányaimat, és 2 év után jelent meg ez a specializáció, és nekem azért volt ez szimpatikus, mert végre a sport és a gazdaság találkozott egy témában, vagy éppen egy specializáció keretében, és úgy gondoltam, hogy ez a megfelelő a folytatáshoz. A sportgazdaságtan specializáció érdekessége, hogy jelenleg az országban egyedüliként csak a budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszán oktatják. Az edukáció kiállításon rendre felmerült annak a kérdése, hogy odajöttek a standhoz, hogy igen, ők a sportközgazdász mesterszakra akarnak jönni, de milyen alapszakot válasszanak. Persze nagyon széles a bemenetünk, sok alapszakról érkeznek hozzánk a hallgatók a mesterszakra, de azt gondoltuk, hogy ki kell munkálnunk egy alapszakot, hogyha valaki ebben a hivatás mellett dönt, akkor már akár alapszakon a középiskola után választhasson. Plusz van még egy nagyon fontos felelősségünk, ami a Bajnokok városában különleges felelősség, hogy ne kerüljön a középiskolát elvégző tehetséges sportoló abba a kérdési helyzetbe, hogy sportoljon tovább, vagy menjen tovább tanulni. András Krisztina hozzátette, hogy adott helyzetben a Székesfehérváron sportoló diák ezzel a lehetőséggel maradhat a nevelő egyesületében, maradhat a városban, és egy különleges szakon végezheti felsőfokú tanulmányait. Mészáros Attila alpolgármester a képzés különlegességét és fontosságát emelte ki. Köszönöm az egyetemnek, hogy ezt elindították, és már az első fiatalok már végezhettek is ezen a specializáción, hiszen nyilván a városban nem kell bemutatni, hogy a sport miért fontos. Úgyhogy bízom benne, hogy a ma sikeresen védő fiatalok közül többen a város sportegyesületeinek vezetésében, szakmai stábjában és egyéb területein fognak majd tudni segíteni, hogy a sportszakmai értékek mellett nyilván az egyesületi gazdálkodás, menedzsment, marketing, kommunikáció és minél hatékonyabb legyen a jövőben. A végzős gálán egyéni kitüntetésekkel is elismerték a hallgatók munkáját. Temesvári Esztert kimagasló tanulmányi eredményéért, Góbi Maja Sárát pedig a hallgatói közösség építésében nyújtott értékes közreműködéséért díjazták.